A felkészülés egyik fontos állomásához érkezett márciusban az ifjúsági fiú kézilabda válogatott, amely a horvát, a portugál és a szlovén gárdát fogadta a balatonboglári négy nemzet tornán. Az augusztusi montenegrói U18-as Európa-bajnokságra készülő magyar együttes mindhárom mérkőzését megnyerte, nem csoda, hogy az első helyet érő teljesítménnyel az edzők és a játékosok is elégedettek voltak. Nagyon hasznos hetet tölthettünk együtt, ugye itt a Covid miatt voltak elmaradt tornáink, kevesebbet tudtunk nemzetközi szinten játszani. Három nagyon jó csapatot láthattunk vendégül, és tudtunk többféle játékelemet gyakorolni, a gyerekek fegyelmezettek voltak, jól dolgoztak, sikerélmény is volt, úgyhogy nagyon hasznos volt ez az egy hét. Először is gratulálok a csapatnak, nagyon jól küzdöttünk mind a három nap. Úgy gondolom, a megbeszélt dolgokat nagyjából tudtuk tartani, nagyon sok új dolgot csináltunk, fejlődtünk, úgyhogy nagyon hasznos volt ez a hét. Szerintem az első két mérkőzésen még látszott rajtunk, hogy azért mindenki többet játszik a saját klubjában. Az utolsó mérkőzésen jött ki egy mindenki a fáradtság, de ezen mindenki dolgozik szerintem a klubjába, meg mindenki hozzátett, amit tud. Már a második meccs után mondtam a fiúknak, hogy függetlenül attól, hogy mi lesz a mai meccsen, örülök annak, hogy többen léptek előre, mind fizikálisan, mind mentálisan, jobb a csapat kohézió is, tehát azt gondolom, hogy léptünk előre minden tekintetben. Kárpáti Krisztián szövetségi edző mellett két játékosa is elmondta, mit tart az együttes legnagyobb fegyverének, mi lehet a legfőbb erőssége a nyári kontinens versenyen? Egy munkás társaság, kezd összeállni a védekezésünk, kezdjük megtalálni azokat a játékosokat, akiket párba vagy csapatrészben tudunk használni. Én nagyon bizakodó vagyok most az elmúlt egy hét alapján, remélem, hogy ez így marad a tavasz meg a nyár folyamán. Építkezünk, van potenciál a csapatban, úgy gondolom. Szerintem a csapat egysége az egyik legnagyobb erőségünk. Ha ez nincs meg, akkor nincs esélyünk igazából. De úgy gondolom, hogy megvan, úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy gyorságban és a taktikai felkészültséggel tudjuk verni az ellenfelünket. Az erőségünk az a csapat egység, azt szerintem mindenki ezt mondaná. Azt mindenki nagyon tiszteli a másikat, meg egyben vagyunk szerintem. Hát a gyengeségünk az, hogy alacsonyak vagyunk egy kicsit, így a többiekhez képest, de gyorsaságban azért ott meg tudjuk őket verni, meg ki tudjuk alakítani a helyzeteket. Hosszú út vár még a gárdára az augusztusi EB-ig, de persze már most is nagyon várja a rajtot mindenki. A cél pedig az, hogy a legjobbak közé jusson a magyar válogatott. Most még áprilisban lesz egy válogatott hetünk, utána júniusban, mivel elég sokáig tart, főleg az NB1-s bajnokságban, ugye még a 20-ai hétvégén osztályozó meccsek vannak, és itt nagyon sok játékost ez érint. Kapnak utána két hét pihenőt, maximum egy felmérésük lesz, hogy július 4-én kezdjük meg a felkészülést, 8 meccset tervezünk a 4 hétre, lesznek jobb válogatottak, meg lesznek úgymond felhozó mérkőzésnek tervezett találkozók is, és hát ugye a csoportban együtt vagyunk a németekkel, Izlanddal, illetve Lengyelországgal. Nem akarok nyomást tenni, meg semmi, de úgy gondolom, hogy az 1-8 nagyon jó eredmény lenne számunkra, és úgy gondolom, hogy szerintem meg is tudjuk csinálni ott a helyünk. Mindenki szerintem nagyon várja, mindenki várja a meghívókat, utána meg lesz az a 4 hét nekünk, de Kristóf is említett, azon a 4 héten lesznek meccseink, nagyon sok itt a nemzetközi ligában, meg a sok felkészülés itt szerintem meg lesz. Szerintem az 1-8-ban ott biztos, de még lehet meglepetés, még nem tudok kizélni, már játszottunk pár 7 csapattal körülbelül, kint Franciaországban is 3-mal, most is 3-mal, melyik voltak mellette is, hát szerintem az 1-8-ban ott tökéletes lenne nekünk. Nagyon nehéz megítélni, főleg mivel, hogy fiatalok vagyunk, illetve a többi válogatott is, tehát ahogy látom, hogy mondjuk decemberben hol tartottak és most hol tartanak, nyilván ugyanez lehet mondjuk még tovább fokozni, vagy esetleg lehet stagnálni. Például itt voltak a portugálok, van egy balkezes átlövőjük, aki a Európa Ligában játszik, és ő nem volt itt. Teljesen más a játékképe, hogyha az a fiú ebbe a válogatottba bejön, tehát nagyon nehéz ezt megítélni, hogy mi lehet a végcél. Az Európa bajnokságon mindig nagyon kiegyenlített a mezőny, bárki megverhet bárkit. Ezt már sajnos tapasztaltam a tavalyi évben is, úgyhogy nagyon szeretnénk ott lenni az élmezőnyben, sokat fogunk érte dolgozni minden szempontból, és azt látom, hogy a gyerekek vevők rá, úgyhogy ennek meg külön örülünk.